A Match Extreme Park különleges sportlehetőségekkel és színes programokkal 2006. júliusától várja az érdeklődőket Pécs Árpád-tetőn. Mit kínál a park idén, milyen szolgáltatásokat nyújt, mennyibe kerül itt a szórakozás? Köszöntöm nézőinket és vendégeinket, Palka Rékát, a Match Extreme Park vezetőjét, és Céres Zsókát, programszervezőt. Másfél éve működik ez a bizonyos park, kalandpark a meccsekben. Ez idő alatt hány látogatója volt a parknak? Mit lehet tudni erről? Az elmúlt egy évben a működésünk során 65 ezer látogatót köszönthettünk, úgyhogy ezt nagy sikerként könyveljük el. Folyamatos volt ez a bővülés, tehát gondolom az első időszakban még nem ismerték az emberek. Természetesen, tehát a nyitása az egy nagy beharangozóval kezdődött, de nyilván akkor még nem jöttek olyan sokan, és akkor folyamatos, most már harmadik éve dolgozunk azon, hogy minél stabilabban és minél több látogatót fogadhassunk. Főleg családokat várnak ebbe a parkba. Mi a családok véleménye a belépőkről, az árakról? Sokan úgy gondolták az első időszakban, hogy drágák ezek a szolgáltatások. Így van egy ilyen vélekedés, még napjainkban is sajnos, és a vélemények alapján most kidolgoztunk egy új árstruktúrát, május 1-től akciószerűen be fogjuk vezetni, közkívánatra, és ezzel a pécsieknek és a helybélieknek fogunk legfőképpen kedvezni, ugyanis most már meg fogja érni 1 órára, 2 órára feljönni, és külön minden egyes játékelemet függetlenül egymástól lehet használni. Tehát nem kell az egész egynapos belépőjegyet megvásárolni, befizetni, és akkor, hogy ugye csak úgy éri meg, hogyha egész nap ott van. Föl lehet jönni akár munka után, hogyha szép napsütéses idő van, följönnek a gyerekekkel, mászokáznak egy kicsit, csak a mászokára fizetnek be, vagy csak a kvadra fizetnek be, vagy csak az Alpesi Kötélparkra, csak a Bobra, és így tovább. Kicsit olyan, mint a Vidám Park annak idején, hogy egy-egy játékért külön. Hogy lesz ennek a menete, ennek a puzzle-szerű folyamatnak? Hogy kell igénybe venni, hogy lehet igénybe venni? Jegyeket kapnak, vagy rögtön ott fizetnek, és az árképzés az körülbelül hogyan alakul? Hát úgy lesz kialakítva, hogy van egy főpénztárunk, ami eddig is üzemelt, és eddig is ott lehetett megváltani a jegyet, ott kaptak a vendégek karszalagot, ezzel a karszalaggal tudták igénybe venni a játékokat. Na most ez a főpénztár, ez most is megmarad, de egységeket lehet vásárolni, úgynevezett nyulakat, hogyha már Match Extreme Park, és ugye a nyúl az emblémánk, tehát nyulakat lehet vásárolni, egy nyúlnak az értéke 350 forint lesz. És akkor meg van határozva, hogy egy-egy játékelem hány nyulat ér, és ő maga állíthatja össze a saját vásárlói csomagját, kedve szerint, még menet közben meggondolhatja magát, még menet közben vásárolhat hozzá, tudja, hogy mennyi időt fog eltölteni a parkban, és ehhez mérten tud bizonyos egység mennyiséget vásárolni és lejátszani. Melyek egyébként a legnépszerűbbek? Melyek a legnépszerűbb játékok, ha lehet így mondani? Hát a legnépszerűbb játékunk az az Alpesi Kötélpark. Tehát az egyértelműen a húzó. Én azt javaslom, hogy nézzünk meg nézőinkkel közösen egy bejátszót. Munkatársaink a hétvégén kilátogattak a helyszínre, és megkérdezték az érintetteket, vagyis a látogatókat. Először vagy itt? Igen. És milyen játékon voltál eddig? Kötélpályán. Mennyire nehéz, illetve melyik a legnehezebb szakasza szerinted? Hát végül is nem annyira nehéz. Ott át kell kúszni egy ilyen csövön. Ez elég nehéz volt végül is. Hogy tetszik nektek itt a Match Extreme Parkban? Nekem nagyon jó. Melyik a kedvenc játékod? Nekem a bob és a trambulin. És neked? Hát nekem is a trambulin, itt a kötélpálya is nagyon jó. És melyik a legnehezebb játék? Nekem? Hát itt a kötélpályán az extrém pálya, az nehéz. Hányadszor vagytok itt? Hát én másodszorra. Harmadszor, negyedszer. És fogtok megjönni? Én biztos. És mikor jobb itt lenni? Nyáron, tavasszal, ősszel? Mi a kedvenc? Nyáron, mert akkor 8-kor zár a park. Igen.
Azt most láthattuk, hogy itt egészen picikék is játszanak a parkban, még elég korán van ez az áprilisi időpont. Úgy tudom, hogy osztálykirándulások kedvelt célpontja is folyamatosan ez a Match Extreme Park. Az idejében mire lehet számítani, jöttek-e már ilyen nagyobb csoportok? Így van, az iskolák szívesen látogatnak el hozzánk. Az új árakra még visszatérnék, ugyanis az fontos szempont, hogy az iskoláknál nem változtattunk árat, tehát az iskolai csoportokat továbbra is 1200 forintos áron várjuk, így látogathatják a parkot kedvezményesen, előzetes bejelentkezéssel. És hát nagy az érdeklődés, szerencsére, mert most több mint 100 osztály jelentkezett be, így körülbelül június közepéig, tehát már eléggé be vagyunk táblázva, de szívesen fogadunk még újabb osztályokat, hiszen nagy a parknak a kapacitása. És épp azért, hogy ösztönözzük az osztályokat a további jelentkezésre, ezért indítottunk egy előjegyzési akciót is, már márciusban, és ez nagyon népszerűnek bizonyult. A nyertes osztály összes tagja lecsúszhat ingyen a bobon, illetve az osztályfőnök nyereménycsomagban részesül. És mivel hogy nagyon sok osztály jelentkezett, akár már csak emiatt is, így áprilisban újabb akciót hirdettünk, és ez azt jelenti, hogy aki április végéig jelentkezik, az mindenki bekerül a sorsolásba, és most a nyertes osztály valamennyi tagja a Játéksziget jóvoltából egy nyeremény ajándékban részesül. Ezt lehet-e tudni, hogy összességében hány osztály, hány csoport fér be? Ugye jönnek az alaplátogató családok is, de hogy van egy limit? Mikor azt mondja, a legtöbb osztály szerencsére hétköznap jelentkezik be, és ezért ez nem okoz gondot, tehát nem zavarják egymást a családokkal. Körülbelül 900 ezer főt tudunk egyszerre befogadni, már ami az osztályokat illeti, tehát nagyjából abba maximalizáltuk egy napnak a létszámát. Így aztán, ha egyeztetésre kerül sor, hogyha valamelyik osztály esetleg már olyan időpontra jelentkezik, ahol nagyon sok csoport van, akkor keresünk egy másik időpontot. De kompromisszumkészek az osztályok is, és mi is. Vannak egyébként kiegészítő programok, tehát az alapjátékok mellett szerveznek-e bármiféle színes szórakoztató programot? Természetesen az ünnepnapokra, vagy különböző alkalmakra azért mi is készülünk. Május 1-re például már jó kis program állt össze, nagyon családbarát, várjuk a kisgyerekes családokat, kézműves foglalkozással lesz nyuszi futtató, mesejáték, bábozás, tehát sok kiegészítő program lesz. Beindult nem olyan régen egy étterem is a helyszínen, illetve egy ilyen kis állatfarmal is megismerkedhetnek a picik, illetve lovas foglalkozások vannak. Ezt hogyan tervezik még jobban beindítani? Így van, a tepsifüles éttermünk az most a március 15-i nyitástól kezdve várja a vendégeket, és minden park nyitvatartási napon nyitva van a külsős vendégek számára is, minden nap menüvel is várjuk a vendégeket, úgyhogy melegen ajánlom. Ezen kívül az állatsimogató, az már tavaly is megvolt egyébként, most volt egy akciónk ezzel kapcsolatosan, és még mindig tart, a húsvéti nyuszikat mi befogadjuk, ahol már megunták esetleg a gyerekek, úgyhogy ez itt most az újdonság. És a lovas programokban annyit fejlesztettünk, hogy lovas oktatást is tartunk. Tehát a városi gyerekek helyi buszjárattal ki tudnak jönni, és havi bontásban heti egyszer fel tudnak jönni lovas oktatásra. Eléggé gyermek és környezetbarát ez a dolog. Ugye működik ott egy tanösvény is, ahova a fiatalokat szeretettel várják, és megismerhetik a természet értékeit. Ez egyébként mennyiben jelent meg szolgáltatásként a parknál, mennyire érdeklődtek? Ez igazából az erdeiskoláknak a tanösvénye, úgyhogy mi ezen nem vezetünk konkrétan programokat, csoportokat. Ki van festve, tehát végig lehet rajta sétálni, de igazából ez tudáshoz akkor juttat leginkább, hogyha az erdeiskolával kapcsoltan veszik igénybe. Ezek szerint felkészültek teljesen erre az újfajta árképzésre, illetve az újfajta működésre. Hogyan látja azoknál az eszközöknél, ahol nagyobb az érdeklődés, mennyiben tudják a folyamatosságot biztosítani? Hát azt gondoljuk, hogy szeretnénk, hogyha sorban állások lennének továbbra is, eddig is a nagyon sikeres játékainknál sorban állás volt. Én úgy gondolom, hogy ez egy természetes dolog, hogyha kezelhető és nem órákat kell sorban állni.
tehát ezzel nem hiszem, hogy probléma lesz. Ez egy nagyon érdekes vizsgálat lesz számunkra is, hogy jobban meg fogjuk látni, hogy melyikek azok a kiemelt játékok, amik nagy-nagy igényre tartanak számot, és akkor elgondolkozunk ezeknek a játékoknak a további fejlesztésében. Végezetül bővebb információkat a parkról, a foglalásokról hol kaphatnak a pécsiek, illetve az érdeklődők, osztályok? A honlapunkon, a www.mecsextrém.hu weboldalon, illetve aki nem szereti a flashes weboldalakat, az a www.mecsekerdő.hu-nak a Mecsextrém oldalán kaphat információkat. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és nézőinknek is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!